Svédország és Norvégia riadó készültségben van az Északi-tengeren zajló esetleges orosz kémkedési akciók miatt. Néhány napja a négy skandináv közmédia dokumentumfilmben tárta fel, hogy halász és kutatóhajóknak álcázott járművek sugároznak rádiójeleket oroszországi katonai bázisra. Svédország miniszterelnöke szerint a sajtóértesülés megerősíti azt, amit már régóta tudni vél kormánya, hogy Oroszország nem csak most jelent fenyegetést Ukrajna biztonságára, hanem fenyegetést jelent más országokra is, beleértve Skandináviát. A svéd védelmi erők készültségbe helyezése lehetővé teszi, hogy szükség esetén reagáljanak. Oroszország tagadja a kémkedési vádakat. Moszkva ehelyett nagyobb figyelmet követel az északi áramlat vezeték elleni szabotás kivizsgálásának. Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője tévedésnek nevezi a skandináv média értesülést. Szerinte a tenger alatt húzódó gázvezeték máig feltáratlan robbanásának körülményeit kellene alaposan kivizsgálni, ami több mint szabotás, terrorcselekmény volt, mondta Peszkov. Az említett robbanások tavaly szeptemberben történtek az Európába orosz földgáz szállító Nord Stream vezetéknél. Oroszországot az északi országok kihagyták a nyomozásból. Most a kémkedés gyanúja miatt még kevésbé bíznak az orosz vezetésben.